A Balaton ősszel is bámulatos. Alsőrsen a közelmúltban átadott kikötőben a vitorlások sütkéreznek a napfényben. A part közeli Sirálypark eddig is szép volt, de idén jelentős fejlesztéseket hajtottak végre ott, és még zajlanak munkálatok. Most már látszódnak azok az elemek, amelyek nagyon népszerűek lettek, ahogy megvalósultak. Ilyen például a szökőkút, ez a legnagyobb értékű beruházása a projekten belül, illetve az alsős felirat, amely nagyon különleges. Minden településen Makótól, Füredig, Tokajtól, Veszprémig megtalálható, és mi is úgy gondoltuk, hogy nem fehérben, mint ahogy más településen, hanem egy kicsit más megjelenésbe, de megvalósítjuk. Nagyon jó a visszhang, nagyon sok a pozitív visszajelzés. Ezen kívül lesz egy ivókút, padok, kerékpártároló, rovarhotel, ezt is már láthattuk az előbb, és hát gyönyörű parki növényzet, gyep, aminek a telepítése nem sokára a locsoló berendezés elhelyezését követően fog megtörténni. A beruházás összege 35 millió forint értékű, a Balatonfejlesztési Tanácsnak köszönhetően. De nem csak turisztikai fejlesztések vannak a faluban. A járda korszerűsítés is tovább haladt. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy Alsőrs idei milliárdos fejlesztései a kormány, a térségi képviselő, a polgármester, a jegyző és a testület összefogásának együttműködésének köszönhető. Alsőrs egy állandóan fejlődő, gyarapodó település, olyan vezetői vannak ennek a településnek, a képviselőtestület, a polgármester, a jegyzőt is figyelembe véve, akik úgy fejlesztik a települést, hogy közben adósság állományt nem halmoz föl a település, fegyelmezetten gazdálkodnak, meghallják az itt élők szavát, és olyan fejlesztéseket próbálnak megvalósítani, ami az itt élők, akár a gyerekek, óvodások, iskolások, vagy akár az időskorúak, a vendégek, a Balatonpart, a Sirálypark, mind az bizonyítja, hogy a helyiek és a vendégek érdekeit egyaránt szolgálják. Köszönettel szólt Hebling Zsolt polgármester a kormányzat és az országgyűlési képviselő támogatásáról, amellyel meg tudták valósítani a beruházásokat. Kiemelte a Veszprém felsős alsős közötti kerékpárutat, ami reményeik szerint jövő tavaszra megépül. Az amfiteátrumnál már készül a fogadóépület és a lelátó, eszközöket is vesznek, így ott egy interaktív családi kirándulóhely lesz. 140 millió forintot költöttek az óvodai konyha felújítására, ehhez 32 millió forint állami forrást nyertek. Alsősen további korszerűsítés történt a csapadékvíz elvezetésnél, újabb utakat újítottak fel. Építettek három új játszóteret, elektromos buszt, teherautót, egyéb gépeket vettek, lovassal, palóznakkal. A most átadásra került járda szakaszára a Belügyminisztériumtól 15 millió forintot nyertek. A munka 18 millióba került, a különbséget önerőből fedezték. A járdaépítést már 2015-ben elkezdték, amire korábban 20 millió forint állami forrást nyertek. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, ez egy harmadik üteme annak a megkezdett járda programunknak, amelyik tulajdonképpen az Endrődi utcának a két szélén található, 2 kilométer járda felületet érinti. Egy nagyon esztétikus megjelenést biztosított, és a kapu bejárókat is természetesen magában foglalta. A polgármester elmondta még, hogy új buszmegállókat is terveznek, és a biztonságért a 71-es főúton a már meglévő okos zebra példájára újabbakat hoznak létre.